Jól kezdték a mérkőzést a hazaiak, az első negyedet 5 ponttal nyerték Lechliék. A második 10 perc 3 ponttal a vendégek élet, de Sitko Ernő együttese így is vezetéssel vonulhatott a nagy szünetre. A fordulás után a szezonban nem először teljesen szétesett a nyíregyháziak játéka, mindössze 8 pontra volt képes a házigazda, miközben a Kecskemét 10-zel többet szerzett, és ezzel gyakorlatilag el is döntötte a mérkőzést a vendégcsapat. A negyedik negyedben tovább nőtt a különbség, végül a Kecskemét 15 pontos sikerrel zárta a találkozót. Őrület, hogy egy olyan első fél idő után, amikor fölényesen tudunk vezetni, és teljesen jól működik minden, miért nem működik a második fél időben. De azért ezek a problémák már az első fél időben is elkezdődtek, amikor 10 pont fölött vezettünk, vagy 10 pont körüli előnyünk volt, hagytuk őket visszajönni. Az utolsó támadásról pedig azt hiszem nem is kell beszélni. 11 másodperc van hátra, fejjel előre neki megyünk az ellenfélnek, egy 5 pontos vezetésnél. Ahelyett, hogy mi vezetnénk 7-tel, kapunk vissza egy 3-ast, és 2 pont az előny. Elképesztő hibákat követünk el, és a második fél idő elején, a 34-ben teljesen fejetlenül támadtunk sajnos. A korábban játékosként nyíregyházi mezben is szereplő Boris Markovics szerint is a harmadik negyed volt a döntő a mérkőzésen. Első fél idő után nem gondoltam úgy, de mikor kezdődik harmadik negyed, bocsánat, egy meccsen harmadik negyed is legfontosabb, akkor nagyon jól játszottunk Videkézé, és Nyíregyháza csak, ahogy látom statisztikában, bedobta 8 pont, amit volt kulcs pillanat, és akkor mi sikerültünk fordítani meccs a mi előnybe. A forduló további eredményei: Szombathely Kaposvár 70-66, Szeged Mavsz 95-74, Atomerőműese Jászberény 85-72, Szolnok Pécs 89-46, Sopron Albafehérvár 79-80 és Zalaegerszeg Körmend 88-75. A tabella élén a Szombathely áll 7 győzelemmel, megelőzve 4-6-2-es mutatóval rendelkező csapatot, az Atomerőműt, a Körmendet, az Albafehérvárt és a Szolnokot. A Marsó Nyíregyháza 2 győzelemmel és 6 vereséggel a 11. helyen várja a következő körben esedékes Jászberényi fellépését.